nem indult jól a tavaszi rajta Kisvárdának. Zalaegerszegen hiába szerezte meg már a mérkőzés elején Ilics a vezetést a szabolcsi együttesnek, az előnyt nem sikerült sokáig megőrizni. Előbb Vernes büntetőből egyenlített, aztán a gólszerző beadásából Kruner Martin fejelt a várdai kapuba. Kondás Elemér csapata ugyan küzdött az egyenlítésért, de csak távoli próbálkozásokig jutott. A Kisvárda a mostani bajnokságban így elszenvedte első vereségét idegenben. Révész Attila úgy látja, a játékosok túlságosan megnyugodtak a vezetés tudatában, ez okozhatta a vesztüket. De szerinte az is nagy problémát jelentett, hogy meddő mezőnyfölényüket nem tudták gólra váltani. Most két hét állt a Kisvárda rendelkezésére ahhoz, hogy a hibákat javítsák, ugyanis egy Irmót elleni mérkőzés elhalasztásával egy hosszabb kényszerpihenő várt az MB2-es csapatra. Inkább az volt a probléma, hogy ez a kényelmes játék, ez az elején a korai gól megnyugtatta a csapatot, és a kényelmes játék kitartott a mérkőzés végéig. Na hát most a következő időszaknak ez volt a feladata. Ugye elmaradt a következő mérkőzésünk a Irmót ellen, azon a héten már mentálisan föl tudott a csapat állni, és hát ez a hét már olyan játékot mutatott, illetve olyan edzés mutatók voltak, amely egyértelmű bizakodásra adott a következő meccsre. Amit a legutóbb Győrben győzelmet arató, jelenleg a tabella 15. pozícióját elfoglaló Siófok ellen vív a Kisvárda vasárnap. A csapaton belül néhány poszton változtatást kellett eszközölni, a Siófok ellen egy más arcát fogja már mutatni a csapat, lényegesen lendületesebb lesz, más filozófiával és egy pici más taktikai variációval is lesznek a pályára küldve. Hozzáteszem, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz, mert a jelenlegi pályaviszonyokat figyelembe véve megolvadt a hó, a talaj már ugyan a talajmenti fagyokat elengedte, nem annyira fagyos, mint volt még néhány nappal ezelőtt, viszont a rengeteg csapadék az nem tett jót neki, és még mindig olyan 20-25 cm-en fagyokat találtak a kollégák. Ezért olyan sár van jelenleg, amely futballra nem igazán alkalmas, reménykedünk a jobb időben és a napsütésben, illetve egy pici szélt is várnánk, amely felszárítja a pályát, és akkor egy jó mérkőzés alakulhat ki, amelyen egyértelműen csak a győzelem lehet a cél. A Kisvárda Siófok MB2-es labdarúgó mérkőzés vasárnap 14 óra 30 perckor kezdődik a Várkerti Sporttelepen, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót.